A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, mint bizonyára mindannyian értesültek róla a megyében, hogy Pintér Sándor belügyminiszter az elmúlt esztendő szeptember 1-i hatállyal Szabó Vendel ezredest bízta meg a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság vezetésével. A megbízási okmányt pedig ugye Balogh János altábornagy országos rendőrfőkapitány adta át Szabó Vendel ezredesnek a Székesfehérváron tartott ünnepi állománygyűlésen. És mivel mindennek rendelt ideje van, a vendégem Szabó Vendel ezredes úr, rendőrségi főtanácsos, Fehérvár megye rendőrfőkapitánya. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Nos, hát egy kicsit evezz a mélyre címszó alatt folytatjuk le ezt a beszélgetést, annál is inkább, mert hogy a hivatásválasztás egy embernél mindig nagyon-nagyon fontos fiatalon. Amennyire tudjuk, ön a gépészmérnöki hivatást választotta, az Agrártudományi Egyetemre járt Gödöllőre. Ez miként történt? Hiszen én azt hiszem, hogy a agrármérnök, illetve a gépészmérnöki hivatás, illetve a rendőrség bizonyos értelemben távol áll egymástól. Hogy kezdődött? Én egy Bács-Kiskun megyei kis településen nőttem fel, tanyosi gyerek vagyok, és a mezőgazdaság volt az a terület, amelyben gyerekként a jövőmet biztosítva láttam, és a műszaki pálya vonzott. Ezért kerültem már Kiskunfélegyházán gépészeti szakközépiskolába, és onnan pedig Gödöllőre agrármérnöknek, gépészmérnöknek készültem. Viszont a rendszerváltás után az már az egyetemen látszott, hogy a mezőgazdaság nem biztos, hogy be tud fogadni ennyi gépészmérnököt, és már az egyetemi éveimnek a végén játszottam azzal a gondolattal, hogy más területen kellene elképzelni az életemet, és az egyetemen többen akkor már a rendőri pálya felé kacsingattunk. Gyakorlatilag az egyetemi diploma után katonaság, majd rögtön a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányságon jelentkeztem, én gazdasági bűnügyekkel szerettem volna foglalkozni. Tehát a hivatás a szolgálat, nagyon is jól tudjuk. A gazdasági ügyek, ugye hosszú ideig, a 1995-ről beszélünk, én azt gondolom, hogy mint vizsgáló egy olyan különleges pillanat volt, hiszen a rendszerváltást követően én azt gondolom, hogy nagyon sok minden megváltozott. Ugye tudjuk, hogy Bács-Kiskun megye bizonyos értelemben az agrárium városa is, vagy illetve megyéje, de a Kecskemét és környékén különleges pillanatokat okozhatott gazdaságvédelemmel foglalkozni. Ezt láttam kihívásnak többek között, hiszen nekem a krimik, a bűnügyek mellett azért az egyetemen a gazdasági képzés, illetve az oktatás azért felkeltette már a figyelmemet, és szerettem volna olyan területen dolgozni, ahol a gazdasághoz valamilyen közem van, és a rendőrnyomozóknak, a gazdasági ügyekkel foglalkozó rendőrnyomozóknak az élete az megfogott. Bács-Kiskunban a 90-es évek közepén, amikor én felszereltem, volt bőven dolguk a gazdasági területen is a rendőröknek, nekem is. Szoktuk és ismerkedtünk a rendszerváltás utáni helyzettel. Ahogy mondják, Bács-Kiskunban volt az az arany háromszög, amely akkor elhíresült, és a borhamisítástól kezdve a mezőgazdasági vállalkozókon túl pénzügyi visszaéléseket elkövetők is voltak bőviben. Elég sok tapasztalatot és gyakorlatot lehetett szerezni abban az időszakban. 2007-ben az év rendőre lett. Ez mennyire jelent megerősítést? Ez egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás volt nekem. Akkor alosztályvezető voltam már, tehát a felszerelésemet követően egy néhány évvel kaptam az első felkérést arra, hogy egy kisebb csoportot, egy alosztályt vezessek.
csapatban dolgoztam. Én a bűnügyi munkát mindig úgy tudtam elképzelni, és most is azt gondolom, nem csak a bűnügyi területen, hanem a rendőrség teljes egészében, hogy ez egy csapatmunka. És egy-egy csapatnak az irányítása, a működési feltételek biztosítása, az nagyon nagy kihívás volt, és ez manapság is az. Amikor a Bács-Kiskun megyei 2007-es évben vezető kategóriában az évrendőre kitüntető címet megkaptam, az nekem egy óriási megtiszteltetés volt akkor, hiszen alosztályvezetőként a vezetőim is úgy ítélték meg, hogy az a csapat, amelyet irányítok, én ezt nem személyemnek éreztem és tartottam, hanem annak a szervezetnek, annak a csapatnak, amelyet irányítottam. Nagyon nagy erős lökést adott abba az irányba, hogy jól csinálom a dolgomat. Ugye folyamatosan lépett felfelé a ranglétrán, ugyanakkor nyilván a szakmai tapasztalatai is bővültek kellőképpen ahhoz, hogy egy esztendővel később ugye gazdaságvédelmi vezetőként mutatkozott be. Ez már egy rendkívüli felelősség, hiszen egy teljes megye gazdaságvédelmét kellett irányítania olyan szinten, ami én azt gondolom, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy Bács-Kiskun megye kiemelt szerepet játszik a magyar mezőgazdaságban feltétlenül, tehát az agrárkérdések itt felszínre kerülhettek, és általában is. A gazdaságvédelmi osztályvezetőknek is volt, és van manapság is, évente rendszeresen továbbképzés, ahol az ország hasonló beosztásban lévő vezetői találkoznak. Többször hallottam, hogy egy-egy új jelenség, vagy egy-egy új elkövetési mód esetén, ami megjelenik az országban, valamilyen Bács-Kiskun megyei vonatkozása az van. Tényleg így volt. A munkám során azt gondolom, hogy a gazdaságvédelmi osztályvezetői feladat volt az, ami a leginkább közel állt ahhoz, amit szerettem volna csinálni, mikor rendőrként felszereltem. Bűnügyekkel foglalkoztam, olyan bűnügyekkel, amelyek érdekeltek, és olyan szervezeti egységet, illetve azon keresztül szakirányítóként helyi szerveknek a munkáját tudtam irányítani, akik jól végezték a dolgukat, és eredményesen és érdekes munkát végeztek. Hozzáteszem, hogy a gazdaságvédelmi területen mellett vizsgálóként nem csak gazdasági bűnügyekkel, hanem vagyon elleni, ezbe beletartoztak rablások, illetve életelleni bűncselekmények is, amelyekkel foglalkozni kellett. Tehát elég sokrétű volt a bűnügyi területnek gyakorlatilag minden vonatkozása, megvolt már osztályvezetőként, illetve részt kellett ilyenekben vennem. Én azt gondolom, hogy az önök hivatásában a felgyorsult világ is jelentős szerepet játszott, hiszen egyre inkább szükség volt a magas szintű szakmai felkészültségre, és ez vonatkozik természetesen a rendőrség állományára mindenestől. Így aztán 2012-ben, amikor átvette a megyei rendőrfőkapitány helyettesi posztot, nyilván ez egy új kihívásként kellett, hogy megélje. Mindenképpen. Bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesként már nem csak a bűnügyi felülettel, nem csak azzal kellett foglalkoznom, hogy azzal nem is igazán foglalkoztam, hogy egy-egy konkrét ügynek milyen iránya legyen, hanem a működési feltételeket kellett biztosítanom, és a koordinációt mind a területi, mind a helyi szervek között. Sőt, hát ennek egy nagyon fontos vonatkozása az, hogy a szervezeti egységek között és a szolgálati ágak közötti együttműködés is magas színvonalra kerüljön. Ez volt a legnagyobb kihívás 2012-ben, hogy a szakmai munkától egy picit messzebb a koordináció, illetve a feltételrendszer biztosítása volt az elsődleges feladatom. Nyilván a folyamatos fejlődés záloga, a szakmai előrelépés záloga az, hogy kiemelten kell figyelni mindarra, ami a megyében, de általában, ami az országban történt. Voltak-e olyan nehéz pillanatok, amelyekben kulcskérdés volt, hogy ki miként áll hozzá ezekhez a változásokhoz? Én azt gondolom, hogy nem csak a rendőri munkában, hanem minden szakmában fontos a folyamatos képzés, és a felgyorsult, egyre gyorsuló, különösen az utóbbi években digitális szempontból gyorsuló világunkban a megfelelő ismeretek, azok napra készek legyenek. Az elmúlt 10 évben
amikor bűnügyi főkapitány helyettesként dolgoztam, azt gondolom a legnagyobb kihívást azt a migráció jelentette Bács-Kiskun megyében, különösen 2014-15-től, hiszen azzal korábban ilyen mértékben azért nem találkozott sem a rendőrség, sem az ország. És hát a magyar-szerb határnak az a 113 kilométeres szakasza, amely Bács-Kiskun megyében van, ez nem csak a bűnügyi állományt, hanem a rendészeti állományt és a határrendészeti állománynak a munkáját is igen erőteljesen befolyásolta. Ennek a dinamikusan változó nyomásnak a kezelése, az ehhez szükséges erő feltételrendszer biztosítása volt, azt hiszem, abban a 10 éves periódusában a legnagyobb kihívás, ami nem egy év, hanem gyakorlatilag 2015-től folyamatosan változó módon, de befolyásolta az életünket. És ami ma is befolyásolja, tegyük természetesen. Hozzá, sajnos. Így van. Már bizakodjunk, hogy a közeljövőben azért történik intézkedés, erre már jelek vannak, de Brüsszelen múlik, de ez csak egy mellékszál. 2019-ben egy hangos elismerést vetett át. Mennyire jelent ez, mennyire fontos ez egy hivatásos életében, hiszen a Magyar Érdemlend lovak keresztje az tulajdonképpen felemel, megerősít mindenki. Ahogy korábban is említettem, egy vezetőnek adott elismerés, az mindenképpen a szervezetnek is szól, én ezt így éltem meg. Abban az időszakban a migrációs nyomás az igen erős volt, és igen dinamikus kihívásoknak kellett megfelelnie a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányságnak, és ezt egy nagyon erős és pozitív visszacsatolásnak éreztem, és egy óriási megtiszteltetésnek, amelyet most is köszönök vezetőimnek, akik alkalmasnak és méltónak tartottak arra, hogy egyáltalán felterjesszenek egy ilyen elismerésre. És ráadásul ugye arról nem is beszélve, hogy a rendőrök védőszentjét, azt érdeklődéssel olvastam, a Sárkányölő Szent György üvegkerámia plakettet is átvette. Én azt gondolom, hogy ez a védőszent nem csak a rendőröket védi, hanem minket állampolgárokat is, és ez fontos. No, de mi történik akkor, amikor valakit értesítenek, nem tudom a protokollt pontosan, hogy egy új feladat vár egy másik megyében, hiszen Fehérvármegye rendőrfőkapitányának lenni egy új kihívás. Így van. Országos rendőrfőkapitány úr, amikor megkeresett és felkért erre a beosztásra, egy óriási megtiszteltetésnek, meglepetésnek éltem meg. Nem volt igazából soha olyan ambícióm, hogy én megyei főkapitány szeretnék lenni. Én éppen akkor betöltött beosztásomban igyekeztem mindig a maximumot kihozni a kollégáimból, a szervezetből és természetesen magamból. Megtiszteltetés volt, a rendőri pályámat gyakorlatilag a családommal együtt is, én Tőzsgyökeres Bács-Kiskun megyeiként Kecskemét környékén éltem, illetve hát az elmúlt 30 évet Kecskeméten töltöttem. Egy nagy kihívás az, hogy egy olyan megyébe kerültem, ahol nincsenek sem családi, sem más gyökereim, kapcsolataim. Viszont a kihívásokat szeretem és vállalom, úgyhogy ezért elfogadtam ezt a felkérést. Nem bántam meg. Az elmúlt fél év azt bizonyítja számomra, hogy Fehérvár megyében egy nagyon összetartó lokálpatrióta és egy nagyon színes élet zajlik, közösségi élet is zajlik. Varga Péter tábornok úr pedig egy hozzám hasonló gondolkodásmóddal egy olyan csapatot, olyan vezetői gárdát, illetve főkapitányságot alakított ki, amelyet öröm vezetni. Mi volt az első dolga? Nyilván fel kellett térképeznie, mert azért mégiscsak más a megye is önmagában, mások az alapvetések, nagyon sok mindent, nyilván erről még majd esik szó. Hogy kezdte a munkáját? Biztosított lehetőséget számomra országos rendőrfőkapitány úr még a megbízásom előtti hetekben volt lehetőségem Varga tábornok úrral együtt végigjárni Fejér megyét.
a rendőrkapitányságokat, a fontosabb együttműködő szervezeteknek a vezetőivel közösen tudtunk találkozni. Ezt én egy nagyon nagy segítségnek, lehetőségnek tartottam, és tartom most is, és köszönöm most is országos rendőrfőkapitány úrnak ezt a lehetőséget, hiszen szeptember 1-én estem be ebbe a beosztásba, hanem már az előző hetekben megismertem a helyi vezetőket, megismertem az együttműködő szervezeteknek a vezetőit, és már megvoltak az első pozitív benyomásaim a megyéről, illetve a vezetőkről. Nyilván fel kellett térképeznie, hiszen a megye is számtalan olyan területből áll, gondolok itt a különböző járásokra, Mortól, Bicskén át, Sárbogárdig, amely különleges felkészültséget igényel már, mint irányítás szempontjából. Nyilván ehhez kapott segítséget. De milyen elképzelései voltak, hogy miként folytatja azt a munkát, amit Varga Péter tábornok elkezdett? Varga Péter tábornok úr egy nagyon sikeres főkapitányságot vezetett, és ennek a sikernek, a lakossági bizalomnak, amely egész magas szintű itt Fejérvár megyében is, ennek a megőrzése és a további erősítése a legfontosabb célunk. A vezetőktől is ezt kértem, és ez az elvárásom, hogy a lakosság igényeit, jelzéseit figyelembe véve tegyék a dolgukat. A feltételrendszerünket pedig ahhoz kell legyőzítani, hogyha valamilyen változás van. Például már augusztusban volt szerencsém megnézni azt a országosan is egyedi rendezvényt, az Ozora Fesztivált, amivel például más megyék nem találkoznak, én sem láttam ilyen rendezvényt még. Ezeknek a különbözőségeknek a feltérképezése, ez zajlott az első hónapokban. Hiszen nincsen két egyforma feladatrendszerrel küzdő megye, nincs két egyforma feladatrendszerrel dolgozó rendőrkapitányság sem, nem csak Fejérvár megyében, hanem sehol máshol. És nyilván mások a feltételrendszerek is, és mások azok a rendezvények, események, amelyeknek a biztosításával, kezelésével foglalkoznia kell. Együtt kell élnünk a lakossággal. A legfontosabb dolgunk a közrend, közbiztonság biztosításán túl az, hogy a lakosságot partnernek tekintsük. Nem különben fontos az önkormányzati társhatóságok együttműködési rendszere. Ebben mennyire sikerült belelátnia, hiszen ez egy alapvetés, én azt gondolom, a későbbiekben. Így van. Tavaly év végén valamennyi járási közbiztonsági egyeztető fórumra én mentem el itt a megyébe, hogy akivel esetleg nem tudtam személyesen találkozni itt ezeken a fórumokon, legyen egy visszacsatolásom, illetve tudjak adni egy tájékoztatást arról, hogy éppen most hol áll egy-egy járás, hol áll egy-egy kapitányság élete. Nagyon pozitív visszacsatolásokat kaptam az önkormányzatok részéről, illetve az együttműködő szervezetek vezetői részéről ezeken a fórumokon, illetve a külön találkozások alkalmával is. Tehát az együttműködés, a partneri kapcsolat az nagyon jó színvonalon működik itt Fejérvár megyében. Ennek az erősítése, ez fontos célunk. Mint ahogy én azt gondolom, hogy az, hogy Székesfehérvár mellett, ugye ott van nekünk Dunai város és számtalan más város, de ami kiemelt turisztikai térség a Velencei tó, az is különleges feladatot ró a kapitányság dolgozóira. Így van. Természetesen nem csak egy-egy kapitányságnak a saját dolga az, hogy a területén lévő akár turisztikai, akár más szempontból fontos eseménynek a rendészeti feladatait kezelje, és a főkapitányságnak, vagy ha szükség van rá, akkor a készenléti rendőrségtől, vagy a szomszédos kapitányságoktól is kérünk és kapunk segítséget és támogatást ahhoz, hogy megfelelő színvonalon tudjunk biztosítani mindenféle rendezvényt turisztikai szezonban, természetesen a Velencei tó környékére a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak a többi kapitányság is segítséget nyújt, illetve ezt nyilván várhatja és meg is kapja minden olyan rendőrkapitányság, amikor az ő területén történik olyan esemény, van olyan helyzet, amelyhez többlet feladat, többlet erő szükséges. Egy kicsit jöjjünk haza Székesfehérvár, nem csak a kultúra, a sport, a gazdaság városa, hanem nagyon sok minden városa. Mi a királyi város, ugye a jelző szerkezettel felruháztuk már ideje korán, és ezt tartjuk is. Rengeteg olyan rendezvénnyel büszkélkedhet, amelyek országos szintűek. Ez milyen feladatot ró a vármegyei főkapitányságra?
Ahogy az előbb elmondtam, nem csak a Székesfehérvári rendőrkapitányságnak a feladatrendszerébe tartozik ez bele, hanem nyilván a főkapitányságnak. Nagyon sok sportrendezvény van, ezek között nyilván a kiemelt futballmérkőzéseknek a biztosítása az saját erőből a Fehérvári rendőrkapitányságnak nyilván nem menne. Ezeknek a koordinálása, ez a főkapitányságnak a közreműködésével nagyon magas színvonalon zajlik. Például a Fehérvár-Köln mérkőzést volt szerencsém személyesen is a biztosítás szempontjából végignézni már augusztus végén, ami azért nem mindennapos létszámú szurkolói gárdát eredményezett, illetve volt várható. Azt gondolom, hogy az önkormányzattal, a sportegyesületekkel az együttműködés a Fehérvári rendőrkapitányságnak nagyon magas színvonalú, és megkapja, és megkapta, és meg is fogja kapni minden támogatást és segítséget a főkapitányság részéről is a munkájához. Gondolom, hogy így van ez a turizmus tekintetében, Velencei tó és környékéről már esett szó, de nyilván Székesfehérvár, Dunaújváros és a megye többi térsége is ebben a szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. Így van. Ismételni nem szeretném magamat, de ez látható, és a vezetőkkel, amikor a legelső tárgyalásaim voltak, akkor már szó esett a rendezvények, illetve a turisztikai szezon biztosításával kapcsolatos feladatokról is. És az egyik fontos kérésünk az az volt minden önkormányzat felé, amikor a rendezvényekről beszéltünk, hogy minél előbb szóljanak nekünk, hogy egy-egy rendezvénynek a biztosítására a megfelelő rendőri létszámot előre meg tudjuk tervezni, és könnyebb legyen a szolgálatszervezés, és ha kell, és úgy látjuk, hogy szükség van máshonnan további erő biztosítására, akkor ezt időben meg tudjuk tenni. Milyen jövőképe van ezredes úr? Tudom, hogy nem jós egy rendőrezredes vármegyei főkapitány, de nyilvánvaló, hogy vannak elképzelései a jövőre nézve is. Így van. A lakossági bizalom megőrzése, és az elmúlt 10 évben itt Fehérvár megyében is, illetve országosan is tapasztalható pozitív bűnügyi helyzettel kapcsolatos tendenciáknak a megőrzése, ennek a szinten tartása az egyik legfontosabb feladatunk. Nyilván a gazdasági válság, a költségvetési helyzet az némiképp befolyásolja a mi munkánkat is, illetve hát a lakosságnak az életét is, és ezt nekünk nyomon kell követni és figyelemmel kell kísérni, rendészeti szempontból is, amire szükség van, és a lakosság szempontjából szükséges lépéseket meg kell tenni, akkor ezekre fel kell készülnünk, és együttműködve az önkormányzatokkal, a lakossággal végre kell hajtanunk. Idestova 5 hónapja érkeztek meg lelke Jobbik felével, feleségével, gyakorta feltűnnek közösségi rendezvényeken, ez továbbra is így lesz? Ez a tervem. Feleségemmel ketten költöztünk, most már Székesfehérvárra, szilveszter óta itt lakunk, és célom is hétvégente is, ha lehet, akkor itt vagyok, hiszen a gyerekeim, felnőttek külön élnek már. Itt ketten a fehérvári életet, és én azt vallom, hogy abban a megyében, ahol a munkámat végzem, annak a megyének az életével jó, ha együtt élek, és ismerem az embereknek a mindennapjait, és hát a legfontosabb az nyilván Székesfehérvár, és itt élve megtapasztaltam már azt, hogy a lokálpatrióta és a hagyományokat tisztelő városvezetés, megyei vezetés, az nagyon erős hagyományokat és összetartást képvisel ebben a megyében, és szeretnék én is ennek a részese lenni. Mit kívánhatnék önnek, önöknek a vármegye polgárai nevében a következő 5 esztendőre? Erőt, egészséget. Az erő és az egészség az, azt gondolom, nem egy szlogen, és nem véletlen ez a köszöntésünk. És ha ez a kettő megvan, akkor a többit pedig el fogjuk tudni érni. Nos, hát akkor erőt, egészséget kívánok. Köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Szabó Vendel, rendőrezredes, Fehérvár megye rendőrfőkapitánya volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.